Bejöttünk egy berendezésmérő labornak nevezett több helységes kis épületrészbe. Az micsoda? Itt ebben a laborban minden olyan berendezést vizsgálunk, amely nagy frekvenciás jelet vagy mellékhatást kelthet, azaz valami zavaró jelet tud kibocsátani. Mondjon példát, hogy kell elképzelni, hogy ide behoznak a mosógéptől a kávédarálóig mindent? Hát gyakorlatilag egy ilyen piacfelügyeleti terv szerint dolgozik a hatóság. Az országban lévő kompetencia központok munkatársai járják az üzleteket, és szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végzünk a berendezések megfelelőségét illetően. Ott látok egy lámpát, azt épp vizsgálják, igen, az izzót? Igazából meg tudjuk mérni a lámpa, milyen zavarokat bocsát ki. Ezek a zavarok a kis feszültségű hálózatba visszajutva, akár az egész házban egy középhullámú vételt meg tud keseríteni. Meg tudjuk nézni, hogy ezt hogy természetesen hallani fogjuk, hogy milyen zavarokat lehet produkálni. És ezt ez az izzó csinálja? Ez, hát itt látható, ha arrébb viszük, akkor nem. Akkor megszűnik. Hát ez teljesen egyértelmű. Például néhány évvel ezelőtt Szolnokon sok évnyi szünet után elindult újra a középhullámú rádióadás, akkor azt a jelenséget tapasztalták az ott élők, hogy felemelték a távbeszélő készüléket, és a újra indult középhullámú adó műsorát hallották benne. Ugye akkor megmutatnám, hogy hogyan van a jelenség. Tehát ugye felemeljük a kézi beszélőt, akkor elvileg nem kell benne hallani semmit. Most nem hallunk benne semmit. Igen. Ha szimbolizáljuk, hogy az adó bekapcsoljuk, akkor egy fél pillanat. Igen. Akkor ragyogóan lehet benne hallani a rádió műsorát. Ezt tapasztalták a szolnoki lakók, amikor ezek a jelenségek voltak. És ez azért is probléma, mert hogyha ezzel a telefonnal egy párhuzamosan van egy másik telefon, ugye több, akkor abban is ragyogóan lehet hallani. Ott is van, tehát ott ez mondjuk a szomszéd lakás. Ez a szomszéd, vagy akit esetleg fölhívott a túloldalon. És látható, hogy ez a telefon okozza a gondot, mert ha ezt a telefont letesszük, akkor gyakorlatilag itt is megszűnik az olyan. Aha, nagyon jó. Az elektroszmog keltése az bármilyen elektromos eszközhöz köthető, vagy a rosszul működő elektromos eszközhöz köthető? Gyakorlatilag minden elektromos eszközhöz köthető az elektroszmognak a létrejötte. Nyilván egy ilyen hajsütővas, amelyikben csak egy ilyen fűtőellenállás van, az nem fog zavarokat termelni, vagy jeleket, hanem ugye a legtöbb eszközünkben már számítógépek, processzorok, integrált áramkörök vannak, amikhez a működésükhöz elengedhetetlen valamilyen frekvenciának a megléte. Ezek gyakorlatilag ugyanúgy ott vannak, mint a fény, a világítás. Csak ugye nem látjuk őket. Ez itt a legnagyobb probléma, és ugye ezt vizsgálják azok a kollégák, akik az elektroszmogot mérik a lakókörnyezetünkben. Gyakorlatilag mi itt a zavarok kapcsán az elektromágneses kompatibilitást vizsgáljuk, ami azt jelenti, hogy egy adott berendezésnek megfelelően kell működni más berendezések környezetében, anélkül, hogy az ő működését befolyásolnák. Aha, na, ezt értettem.